Álmodta már! Az ég néha sárga is a vadmadarakkal teli. Be kell rúgnatok, ti léptek is! Már! Ki az? Te vagy Luisa? Te voltál az? Ja, vagy úgy te elmúl. No, annyi van. Csak így. Figyel. Nem kellett volna ide jönnöm. Csak most veszed észre. Most már nyugodtan maradhat. Ezt nem kellett volna tennie, Bálint! Magának jó szíve van, Johanna, ugye? Maga nem csalja meg a férjét, mi? Csak tovább, 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 mondja a szajha! Már túl vagyunk a nehezén! Szégyen magad, te hűtle, mondja az úrnő a szolgának, aki a cseléklány farkalja! Már csak Johanna miatt még gyere! Nem jön velem, asszonyom! Legalább ketten vagyunk. Szégyellem magam. Annyi baj, ugye? Nem érzem már így rá. Komédia, nővérek a hádészben! Ő most ki volt, kedves asszonyom, holnap bánni fogja! Ilyen ő mindig, és én szeretem. Orge, mondál nekem! A világon nem a legfazabb hely, szüleim sírjában. Nem gyomtató szék, nem is kurva ágy, nem is fehér köléről, se baj világ. Legkedvesebb hely, Orge szólt, neki a földön bíz, a budi volt. Olyan hely ez, ahol az ember nyugodt, fölötte csillagok alant mocsog. Bizony mondom, csodálatos hely ez, itt nászéjeden is. Magad lehetsz! Alázat helye, ahol a világon láthatod, ember vagy, és soká semmit sem tarthatod, bölcsesség helye, ahol belejtett. Érezetre előkészítve, Solyit vagy, én is előtted áll, olyan legény ki a budi. Szabad! Sose irigyelje. Hátsó rész is tartozik hozzá. Meg mi egymás. Egészségedre, Luisa. Egészségedre, mi? Na, így áll. Ugh.